Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Weber György lett a Nyíregyháza Spartacus új edzője. A siófoki döntetlen után is a második a tabellán a Kisvárda Mastergood. Együttműködési megállapodást írt alá az MRS és az MDS. Elvették a budapesti honvéd veretlenségét a kék cápák. Siófokon játszanak szombaton a kisvárdai női kézilabdázók. Új edzője van a Nyíregyháza Spartacusnak, a távozó Mátyus János helyét a korábban az élvonalban Pápán, Mezőkövesden és Pécsen is dolgozó Weber György vette át. Azért ráesett a választás, mert ő az az ember, aki előttünk már két csapatot felvitt az NB1-be, tehát van ebben tapasztalata, a Pápát és a Mezőkövesdet is. Ő ismeri a magyar közeget, ismeri az NB2-nek a játékos állományát, a mi csapatunkét is, és a csapatunkból több játékossal is dolgozott együtt, ráadásul mozdítható, és olyan személyiség, aki meg tudja kevarni egy kicsit az állóvizet, és most erre volt szükség. Nem várhattunk már tovább esetleg egy idegen edzővel, aki nem ismeri a közeget, és majd mire beépül, meg besimul a közegbe, akkor a pontokat, vagy több pontot veszítsünk. Tehát magyarul gyorsan kellett lépni, és erre Gyuri volt a legkézenfekvőbb választás. Brek János elmondta, hogy több jelölt és nagyon sok önjelölt közül miért rád esett a klub választása. Téged mi motivált abba, hogy igen, mondja a Spari invitálására? Először is a klub híre, hát azért a futballberkekben és a futballban dolgozó emberek pontosan tudják, hogy egy nagyon jól kiegyensúlyozottan működő, jó lehetőségekkel bíró klub. Szakmailag egyértelmű, hogy ez egy jó játékos állomány, hát másodosztályú szinten tele van olyan játékosokkal, akiknek a felével illene feljutni. Úgyhogy mindenféleképpen ez az utóbbi, aztán végképp nagyon nagy motivációt jelentett, úgyhogy számomra az elsődleges szempont ez volt, hogy itt egy feljutásra áhítozó csapatvezető edzőjének kértek fel, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép feladat. Két csapatot már felvittél a másodosztályból az NB1-be, mekkora kihívás jelent az, hogy ugye ott az eredménykényszer, a közönség pedig az eredmény mellett szép futballt is szeretne látni minden hazai meccsen. Én szeretem a kihívásokat, most ez tényleg így van. Ez a nyomás dolog, ez azt gondolom, enélkül nem létezik élsport vagy profi sport. Joggal várják el, úgyhogy egy kicsi idő kell ahhoz, de én azt hiszem, hogy ha ezt meg tudjuk valósítani, amihez itt minden adott, akkor tényleg gyorsan meg lehet tölteni a tribünt, mert biztos vagyok benne, hogy kiéhezettek a jó futball a Nyíregyházán. A jó és az eredményes futball pedig fog vonzani a nézőket, és akkor lehet ez is egy sikertörténet, és remélem, hogy sőt, biztos vagyok benne, hogy a szezon végén a harmadik feljutást fogjuk ünnepelni együtt. Belépőnek nem is lehetne szebb meccs, mint egy megyei rangadó. Vasárnap Kisvárda milyen mérkőzésre számítasz? Kőkeményre az egész biztos, ugye nyilván a Kisvárda is valamilyen szinten a feljutást célozta meg. Ott is vannak, igazából 4 pont a különbség, ha jól tudom, és nem szabadna, hogy ez nőjön, de nem döntetlenél megyünk. Tehát már szeretném látni pici jeleit azoknak a dolgoknak, amit majd itt hosszú távon meg szeretnénk honosítani, a csapat alkalmas rá, és nagyon bízom benne, hogy a rangadóhoz méltó játékot fog nyújtani, úgyhogy mindenféleképpen nem mondom, hogy nem bravúr a győzelem, de nem is papírforma, úgyhogy gyakorlatilag most egy a lelkeknek borzasztó jót tenne, mert mindenki elhinné, hogy ez azért hol a helye a csapatnak pozitív értelemben, és hát tényleg nem is merek vereségbe gondolkozni. Nagyon hosszú a bajnokság, de nagyon jó lenne már most faragni ebből a 4 pontos hátrányból. A hátrajövő 6 fordulónak ez a feladata egyébként most, hogy ott stabilizáljuk magunkat a feljutó helyek környékén, pontszámban minimalizáljuk. De mivel ez a csapat 4-5 hete még a tabella élén állt, nagyon gyorsan lehet leföl menni, úgyhogy lefele most már gondolkozunk, csak felfelé. Egy pontot szerzett Siófokon, és ezzel megőrizte második helyét a tabellán a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 14. fordulójával lejátszott mérkőzés 0-0-as döntetlennel zárult. Maximálisan elégedett vagyok az X-szel.
Játékban talán többek voltunk, mint a Siófok. Nagyon jó hozzáállást tanúsított a csapat, viszont az ellenfélről is ugyanez elmondható. Nagyon agresszíven játszottak, több olyan párharc volt, amely az utóbbi időben nem volt jellemző rá mérkőzésekre, és mindenképpen szerettük volna megszerezni a győztes találatot, de azt gondolom, hogy abban az állapotban voltak most a játékosok a 3-1 után, amely ezt nem tette lehetővé. Talán a görcsösség érződött, és néhány olyan helyzetünk volt, amelyeket illetve volna gólra váltani, de emiatt nem sikerült. Hozzáteszem, hogy volt a Siófoknak is. Első fél időben volt egy nagyon szép Iváncsis védés, és összességében elégedettek lettünk. Külső szemlélőknek biztosan egy nagyon jó mérkőzés volt. Mindkét csapat bátran játszott, rengeteg kispassz ívelés elemezte a mérkőzés, kapuk is veszélyben forogtak. Hát a 3 ponttal előttünk van elégedett, viszont én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetünket tekintve az 1 pont mindenképpen dicséretes. Az is mindenképpen pozitívum, hogy újabb meccset hozott, ne kapott gól nélkül a csapat. Vissza kell kanyarodnom a Moson-Magyaróvára, az a 3-1 azért megviselte a társaságot, és ugye az utóbbi mérkőzéseken nem kaptunk gólt, kénytelenek voltunk ehhez a taktikához visszanyúlni, és valóban a 0-0 az mutatja azt az oldalunkat, amely ebben a sorozatban a legerősebb a védekezésünk. Viszont a támadójátékunkat azért érheti kritika, de hozzáteszem, hogy a jelenlegi keretünk nem alkalmas jobb minőségű támadójátékra. Ez természetesen a későbbiek során meg fogjuk próbálni majd orvosolni, de ez a téli időszaknak a feladata. Ezt a szezont ezt így kell végigjátszanunk. Azok a játékosok, akik a támadójátékért, a góllövésért felelősek, azok, gondolok itt elsősorban Cseri Tomira, ki vannak már facsarva, szinte minden mérkőzést végigjátszottak, nem nagyon van alternatívája. A Gosztonyi pedig ugye egy hosszú fél évű kihagyás után jött haza Lengyelországból, neki nagyon nagy lemaradása volt. Egy-egy mérkőzésre tud jó teljesítmény nyújtani, de az állandóságot még nem tudja megmutatni. A Grumicsa pedig az a probléma, hogy ő is egy hasonlóan hosszú pihenőpauza után jött hozzánk, és neki is, mint a mostani sérülése is mutatja, egy-egy nagyobb terhelés, vagy egy kéthetes keményebb sorozat után bizony előjönnek a korából is, illetve az edzésenségéből eredő fáradásos sérülések, és hát ez oda vezet, hogy sajnos azok a játékosok, akikben bízunk, azok nem tudnak minden mérkőzésen gólokat szállítani, de ez érthető is teljes mértékben. Illetve nagyon nagy kiesés nekünk az Erős Gabi, ő tavaly azért rendre szállította a gólokat, még ha nem is volt minden mérkőzésen top állapotban. Ebben a szezonban azért már az a teljesítmény korán sem olyan, mint a tavalyi, és a gólok sem jönnek részéről. Tavaly mellette volt a Bagi Pista, aki egy területet tudott neki nyitni, levette róla a terhet, sokat dolgozott helyette, és a Gabinak a támadójáték tulajdonképpen jobban feküdt. Most viszont a brusztolós munkából is ki kell, hogy vegye a részét, és ez azért nem az ő fizikai alkatának azért nem a legideálisabb. Ezért ebben a szezonban, illetve azért is, mert azért már csak 36 éves, és bizony a terhelés azért már másként hat, illetve a regeneráció is az ő szervezetére. Tőle már nem várhatunk olyan tavalyi csodát, mint ugye legutóbb volt a rengeteg góljával, ezért az a borzasztó gólmennyiség az hiányzik, amit ő termelt tavaly, és az újak még nem tudták pótolni. Hát ez egy nagyon szép feladat, én bízom benne, hogy télre meg fogjuk találni a megoldást, illetve a mostani kerettel is azért azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk. Nem szabad irreális célokat kitűzni a csapat elé, továbbra is azt tartom, nagyon-nagyon szép a tabella, ez nem reális. A jelenlegi játékos keretünket figyelembe véve, ez a jelenlegi második hely több mint szép, több mint igaz. Én úgy érzem, hogy azok a csapatok, akik talán keretet tekintve, illetve komolyabb elgondolást tekintve alkalmasabbak az élvonalra, illetve infrastruktúra területén is, szakmailag is, játékos keret tekintetében azok rengeteget hibáztak, és ez a jelenlegi állapot nem reális. Úgy érzem, hogy nekünk a erőnk az az egységben van, illetve abban, hogy nagyon masszívan tudunk védekezni. Nem tudunk minden mérkőzést megnyerni, én ennek ellenére nagyon elégedett vagyok a jelenlegi pozíciónkkal. Egy vereség és egy döntetlen után a sor, mint a szerint győzelemnek kellene következnie. A hétvégén megyei derbi, megyei rangadó lesz. Ráadásul egy edzőváltáson átesett Nyíregyházaszfaltakusz fogad a Kisvárda. Milyen mese lehet számítani? Ebből a meccsből bárki kijöhet. Gondolom,
a nyíregyháziak azért össze fogják most kapukat kapni a Puskás elleni vereség után, mi azért most sem vagyunk egy rossz állapotban, és mind a két csapat elsősorban a védekezésért felel, azt tartja szem előtt, hát nem vagyok benne biztos, hogy most egy közönség szórakoztató mérkőzés lesz, ugyanakkor mind a két csapat csak a presztízsért biztos vagyok benne, hogy mindent meg fog tenni a győzelem érdekében, és oda fogja magát tenni 100%-osan, ezért nagy valószínűséggel nagy létszámú szurkolós sereg előtt, néző előtt fog a mérkőzés zajlani, ami jót tehet a meccs színvonalának. A nagyon nagy kérdés még, hogy azért a héten három mérkőzést játszanak a pályánkon, hogy milyen állapotban lesz. Az meghatározhatja mind a taktikát, mind pedig a játék minőségét. Ugye a legutóbb a Mosó-Magyaróvár ellen egy sáros, mocsaras talajon kellett, és a mi magasabb játékosainknak ez nem íz lett, a fürge mosó-magyaróváriak bizony kontrából nagyon-nagyon szépen tudtak cikázni, nekünk erre is kell most készülni, ezért a hét egyik fontos feladata lesz az, hogy a külső körülményeknek való megfelelésre megtaláljuk az ideális összeállítást. Ezer pedagógus akreditált képzése és egy alternatív kerettanterv kidolgozása is szerepel abban a hároméves programban, amiről Nyíregyházánél talál együttműködési megállapodást a Magyar Röplabda Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség. A női röplabda válogatott tavaly 28 év után először kijutott az Európa-bajnokságra, amit most ez évben megismételt. Azt szeretnénk, ha ilyen eredmények fenntarthatóvá válnának, ehhez viszont a jövőre gondolva fontos az utánpótlás bázis megteremtése, ennek is több szintje van. Ez az együttműködés azért nagyon fontos, mert egy legszélesebb bázis céloz meg az általános iskola első 8 osztályok között a röplabda megszerettetését, bemutatását, az erre irányuló mozgáskultúra kialakítását, amit úgy kezdünk el, hogy 1000 testnevelő tanárt szeretnénk akreditált képzésben részesíteni a Diáksport Szövetséggel együttműködve. Egyrészt, másrészt pedig az alternatív kerettanterv részévé válik a röplabda. Csapatsportágak közül eddig a labdarúgás és a kézilabda már szerepel, most harmadiknak a röplabda is ilyen lehetőséget kap. Nagyon fontos, hogy a röplabda, mint nem tau sportág, tudja biztosítani az utánpótlását. Ez elég nehéz, nem egyszerű feladat. Ebben segít nekünk ez az együttműködés. A sportágok között nagy harc folyik a gyerekekért, hogy egyes sportágot megszeretessenek a fiatalokkal. Ezzel, ha ez a program megvalósul, lépéserőnybe kerülhetnek a többi sportággal szemben? Legalábbis felzárkózhatunk, azt remélem, hiszen a röplabda egyébként a világon reneszánszát éli, a foci után a második legnépszerű sport, olimpiai sportág, tehát mind a strand, mind a terem röplabda, tehát vannak kifutásai, hogy így mondjam, és nálunk viszont az elmúlt évtizedekben hát nem jelent meg még ez a reneszánsz, ezt szeretnénk elindítani, és fontos, hogy fenntarthatóvá tenni, tehát az utánpótlást biztosítani, és ehhez ezt szeretnénk elindítani következő év szeptembertől. Ugye most az aláírás megtörtént, az előkészületek megindulnak, és azt szeretnénk, hogy jövő szeptembertől az általános iskolákban ez a képzés megjelenne. Most van az a lehetőség, hogy célzottan sportáspecifikus tartalmakat, mozgásformákat be tudjunk vinni mindennapos testnevelés keretében. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ebben a nagyon nehéz helyzetben, ahol már minden sportág azért azzal a nehézséggel küzdik, hogy hogyan tudja az utánpótlását szélesíteni, ez egy nagyon jó lehetőség, mert a gyermekek, főleg, hogyha a tanulók, ha az iskoláról beszélünk, az egésznapos iskolát, ha nézzük, akkor 8-tól 4 óráig bent vannak. Gyakorlatilag ott kell tudnunk olyan tartalmakat nekik mutatni, amivel a különböző sportágakat meg tudjuk velük szeretetni. Főtitkárról a röpsúri röplabdázás az iskolában programhoz a Magyar Röplabda Szövetség adja szakmai hátteret. Mit jelent majd ez a gyakorlatban? Ez egy nagyon-nagyon fontos program. Ugye maga a röpsúri programunk, projektünk az egy 3 éve elinduló, kifejezetten az úgynevezett grassroots programnak a részeként gyerekeknek ad lehetőséget arra, hogy kipróbálgassák ezt a sportágat és versenyezhessenek benne. Ennek a továbbfejlesztett változata lenne az, hogy tulajdonképpen az általános iskola 1-8 év folyamában
közösen a Diánsport Szövetség ellenőrítottuk ezt a továbbképzési programot, illetve az alternatív kerettanterű programot. Hogy a mi szerepünk ebben mi, az az, hogy meg kell alkotnunk ezt a programot, és meg kell alkotnunk a kerettantervet, amelynek a szisztematikus felépítésével a labdás ügyességfejlesztéstől egészen a nagy pályás 6-6 ellenőrök labdázásig eljut a gyermek az 1-8 év folyam alatt. Ehhez természetesen nagyon sok minden kell, ehhez kell olyan koordináció és egyéb olyan labdás ügyességfejlesztés, amelyet bele kell építenünk ebbe a tantervbe. Nincs rá sok időnk, hiszen nem napi 2-3 órás elfoglaltságot fog ez majd jelenteni a gyerekeknek, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogyha megismerkednek a sportággal, és minél többen ismerkednek meg vele, annál többen fogják majd választani, tehát a magyar röplabdázás ezzel csak nyerhet. A tornatermek adottak, a legtöbb helyen viszont szükség van hálóra és labdákra is ahhoz, hogy röplabdát lehessen oktatni, tanulni. Adottak a feltételek? Az első feltétel, az első lépcsőfok talán adott lehet abból, hogy a Sport legyen a tiéd programban, így már második éve van benne a sportágunk, és így 210 iskolában már ki tudtunk küldeni egységcsomagokat, amelyek labdákat, hálókat és egyéb edzést, versenyzést, tanórát segítő eszközöket tartalmaznak. Bízunk benne, hogy működik még majd ez a program továbbiakban is, és akkor még több iskolába tudunk eljuttatni egységcsomagot. Ha nem, akkor azoknak a testnevelőknek, akik részt vesznek majd az akkreditált továbbképzésben, meg kell, hogy teremtsük az alapját annak, hogy tudjanak oktatni, tehát mindenféleképpen adunk majd szakanyagok mellett egyéb segédanyagokat, konkrétan labdát és hálót a kezükbe, amelyet az iskolába be tudnak vinni, és ezáltal könnyebbé válik majd az oktatás. Nagyon lényeges egyébként az, hogy amellett, hogy az infrastruktúrális lehetőségek ugye nem minden helyen adottak, tehát akár a tornaterem mérete mondjuk egy röplabdázásra nem alkalmas, azonban a sportág jellegéből adódóan szerencsére mi egy viszonylag egyszerűbb helyen vagyunk, hiszen ha van egy tornaudvar, akkor egy mobil oszloppal vagy parkszettel is meg lehet oldani a képzést, és tavasztól az őszi időszakban is gyakorlatilag lehetséges a röplabda oktatása, de akár kis termekben is könnyebben férünk kell, mint mondjuk egy nagyobb pályát igénylő egyéb labdásportág. Elvette a budapesti Honvéd veretlenségét a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B 5. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kékcápák 79-71-re verték fővárosi ellenfelüket. Az döntött, hogy a alsó poszton az elején gyengén kezdtünk, aztán az Emmanuel egyre jobban játszott, illetve végig csapatként játszottunk, ez volt a döntő szerintem. Korábban is voltak hullámvölgyek a csapatjátékában, most is volt egy-kettő, de mint a kisebbek lettek volna, és sikerült is viszonylag gyorsan viszonylag akkor, amikor azt hiszem 1x7-1x6 pontos hátrányba kerültetek. Igen, hát én mondtam, hogy ezek a hullámvölgyek lesznek, mivel fiatal csapat vagyunk, és ezen dolgozunk edzésen is, hogy minél kevesebb hullámvölgy legyen, most sikerült ezt megoldani és átvészelni. Mennyit lendíthet a csapat önbizalmán egy ilyen győzelem? Szerintem nagyon fontos győzelem volt számunkra, ugye hazai pályán a Honvédnak nem volt még veresége. Remélem, hogy ilyen habitussal és ilyen játékkal fogunk továbbra is játszani. Nyíregyházán vesztett veretlenségét ebben a bajnokságban. A Honvéd egy olyan meccsen, amelyen sokáig úgy tűnt, hogy nem bírnak egymással a csapatok. Mi döntött a hazaiak javára? Az extrákat a hazaiak hozták, akiknek ezúton is gratulálok, megérdemelték a győzelmet. Kritikus helyzetekben mi rossz döntéseket hoztunk, ők náluk pedig mindig volt valaki, aki előlépett és hozzátett valami pluszt. Egész egyszerűen ez nem a mi napunk volt, kicsit fásultabbak voltunk, mint szoktunk. Két fiatal csapatról van szó, a Honvédról is el lehet mondani, hogy egy nagyon kultúrát kosárlabdát játszik. Mennyivel tud többet ez a csapat, mint amit most mutatott? Azt gondolom, hogy több van bennünk, pont ezek a egy lépéssel később indultunk, egy kicsivel kisebbet ugrottunk, ez mind ilyen fejbeli fáradtság volt. Azt gondolom, hogy most azért lekerült egy teher a fiúk válláról, bármilyen furcsán is hangzik ez, hogy nem kell ezt a veretlenség dolgot cipelni tovább, és ha veszteni kell, akkor egy ilyen csatába veszítse az ember, úgyhogy haragudni igazából nem tudok rájuk. Nagyon nagy múltú csapatról van szó, mi a célotok a bajnokságban, és mi a hosszú távú cél a Honvédnál? Igazából mi, mint akadémia, próbáljuk az utánpótlást megszilárdítani, fölépíteni egy olyan fajta piramist, amiben minél több tehetséges gyerek kerül ki, akiket tudunk például Nyíregyházára a profi klubokhoz majd tovább postázni, hogyha alkalmasak rá. Mi pedig itt a felnőttől megpróbálunk egy olyan minőséget képviselni, amit szívesen néznek az emberek, főleg ugye nyilván a mi játékosaink, tehát hogy érdemes kijárni kosárlabda mérkőzésre. Arról ugye meg nem beszélni, hogy haladni kell a korral, mert ez a B csoport ez nagyon combos, jobbnál jobb csapatok, légiósok, ex-válogatottak is sorolhatnám, úgyhogy nem tehetjük meg 33-szoros bajnokként, hogy esetleg ott a vert mezőnybe kullogjuk.
játszottál nyíregyházi színekben, ellenfélként is voltál a csarnokban, azt hiszem tét meccsen most voltál először edzőként, milyen volt? Gyönyörű, én nagyon szerettem a Bújtosit a régi formájában is, így pompázva pedig tényleg egy impozáns létesítmény, csak gratulálni tudok a városnak, hogy ebbe belevágott és ezt a fejlesztést megcsinálta. Nagyon remélem, hogy egyre több néző lesz és egyre jobb csapat itt Nyíregyházán, szurkolok neki. Amikor ide jöttél, azt mondtad, hogy egyre jobb játékkal akarod segíteni a csapatot. Most ez a teljesítmény már olyan volt, amit elvártál magadtól? Jól játszottam, elégedett vagyok magammal, a végén kifejezetten jól sikerültek. Volt olyan periódus, hogy nem éreztem magam százasnak, de szerettem volna akkor másban előrukkolni és segíteni a csapatom, amiben csak tudom. Alig ha ismerted a magyar másodosztályt, mikor ide jöttél, milyenek a benyomás időt forduló után? After five games, I'm left with a... Élvezem az egészet, meglepően jó szellemű harcos csapatokkal találkozom, akik sportszerűek, és mindenképpen élvezem itt a játékot. Két és fél hét szünet után szombaton ismét bajnoki mérkőzés játszanak a kisvárdai női kézilabdázók. A pihenőt Kovács Péter vezetőedző a csapat további építésére használta fel. A kezdő csapatból, tehát a hat kezdő játékosból három emberünk kezdte a felkészülést, és a legnagyobb deficit az ugye Marina Dimitrovicsnak van, aki körülbelül tíz napot edzett eddig velünk, tehát mindenképpen szeretnénk építeni egy csapatot továbbra is, és hát mondjuk nekünk ilyen szempontból nem jött rosszul a bajnoki szünet, de ez a két, ez majdnem három hét, hiszen szerdán játszottunk a Fehérvár ellen. Viszont hát annyit, hogy mondjak el a bajnokság kritikájaképpen, hogy hát igazából ez a ritmus, hogy van egy hét, amikor három meccsünk, hogy két-három hétén nincsen meccsünk, ez senkinek nem jó. Illetve az egész bajnokság komolyságát megkérdőjelezheti az, hogy mondjuk három forduló után azt mondjuk, hogy eldőlt a bajnokság, hiszen a Ferencváros már kétszer kikapott. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a rendszer nem a legideálisabb. Mennyire elégedett a Kisvárd eddigi szereplésével, hiszen két győzelme van a bajnokságban a csapatnak, három vereség mellett, úgyhogy három nemzetközi kupában is érdekelt együttessel is játszottak. Hú, hát ez egy jó kérdés. Végül is van négy pontunk, aminek örülünk, de ez lehetett volna hat is. Tehát én azt hiszem, hogy reális esélyünk, vagy lehetett volna, vagy lett volna megverni most a Magyaróvár együttesét, de hát hogy sportban nincsen ha, sajnos azt nagyon sok hibával játszottunk azon a találkozón, és ha minimális különbséggel elvesztettük, azt hiszem ez a két pont, ez fáj. Okoz-e nehézséget az, hogy a keret játék és egy különböző kézilabda kultúrákból érkeztek? Természetesen, de leginkább a nyelvi probléma, ami a legnagyobb, hiszen egy nyelven nem lehet a játékosokkal beszélni, tehát ugye sok nyelvű a csapat, és amikor, ha valaki ezt le is fordítja, akkor azok már vagy vége van a meccsnek, vagy az a szituáció már régen elmúlt. Tehát a direkt kommunikáció az nagyon fontos lenne. De hát ez van, ez a helyzet, ezt kell megoldanunk. Mennyire pozitív visszajelzés az, hogy a ellenfelek edzői rendje elismerően beszéltek a Kisvárda teljesítményéről, még akkor is, ha vereséget szenvedett tőlük? A felkészülés alatt ugye hát több jó eredményünk volt, azt hiszem, mondtam, 15 meccset játszottunk, 8-at megnyertünk és 7-szer veszítettünk. Ez azért adott egy olyan respektet, hogy tehát nem úgy mennek, hogy na a felkörült csapat, aztán majd megverjük őket. Illetve ha megnézem, ugye van négy aktuális válogatott játékosunk, és az is sok mindent elmond. A hétvégén Siófokra utazik a csapat. Milyen mérkőzésre lehet számítani, hiszen azon is mutatóval állnak a tabellán, de egy magasabban helyezett együttesről van szó. Igen, hát a Siófok tele van jó játékosokkal, tehát ott is aktuális magyar, illetve külföldi válogatottak vannak, például két olyan francia válogatott, aki néhány hónap ezelőtt az olimpián, ugye ezüstérmet szerzett, illetve hát ő a két magyar válogatott, Erdős Hild és a Krisztián Tiscsok, az kiváló kézilabdázó, egy tunéziai volt, már magyar lett, nagyon-nagyon jó válogatott beálló, illetve hát a kapuba is egy sokszoros válogatott junior, illetve a felnőtt válogatott kapus Álpastor is mind a szemébe. Én azt hiszem, hogy kimondottan jó csapatról van szó, küzdeni fogunk. Öt fordulót telt el a bajnokságból, két győzelem, három vereség a mérleg, és egy kupa továbbjutás idegenben az Orosház ellen. Az eddigiekkel te személy szerint mennyire vagy elégedett, hiszen egy új csapatról van szó? Felító csapatként mindenképp szerintem okoztunk meglepetést, főleg ezzel a hazai Fehérvár elleni mérkőzéssel. Lehetett volna több pontunk, hogyha Moson-Magyaróváron kicsit jobban oda koncentrálunk a végén, de én összességében elégedett vagyok, mivel az elején vagyunk még. Dolgozunk, és
igyekszünk minél többet győzelmet megszerezni. Nagyon sok új játékos érkezett, nagyon sok helyről, nagyon sok nemzetiségűek a játékosok. Mi a közös nyelv az öltözőben, és mennyire alakul már a közösség, hiszen az minden csapat életében fontos, főleg a hölgyekről van szó. Angolul próbálkozunk, de igazából egyelőre még a kézilabda a közös nyelv. Én úgy érzem, hogy telnek a napok, telnek a meccsek, edzések, egyre jobban összeszokunk, egyre jobban összecsiszolódunk. Én úgy gondolom, hogy jó kis csapat lesz itt. A te szereped mennyiben lett más, ha más lett egyáltalán a korábbihoz képest? Nem feltétlenül érzem azt, hogy más lenne. Ugye eddig is csapatkapitány voltam, és újra megkaptam a bizalmat a csapattól. Nyilván próbálom minél jobban összerázni a társaságot, amikor lehet edzésen kívül, edzésen, meccsen bíztatni, segíteni mindenkinek. Aztán ahogy sikerül, úgy sikerül. Mekkora segítséget jelent a közönség, hiszen az eddigi hazai meccseken nagyon komoly szurkolást kaptatok a lelátóról. Rengeteget, nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetünk nekik. Mondhatnám, hogy ők a 8. ember a csapatban, tehát olyanokat ki tudnak hozni belőlünk, hogy el se tudná képzelni ezt senki. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.